Megköszönöm akkor a figyelmet, és akkor átadnám a szót a második előadónknak, aki Demetrovi Zsolt professzor, aki az ELTE PPK kutatója, illetve most éppen Gibraltárban vezet egy viselkedési függőségek kutatásával foglalkozó új intézményt, és hát nemzetközileg is az egyik legelismertebb szakértője ennek a témának. És hát Zsolt egy kis bevezetőt fog nekünk tartani arról, hogy hol is tart így a kutatás a viselkedési függőségek, drogfüggőségekkel kapcsolatban. Üdvözöllek, Zsolt, és akkor átadom neked a szót. Köszönöm szépen a szót, meg köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget. És akkor hát valóban, ahogy Péter ezt előre vetítette, most egy picit visszább lépnék, mert ugye itt most kaptunk egy jó összefoglalót a téma sűrűjéről, de hogy most tulajdonképpen tényleg az történne az én előadásomban, hogy egyet vagy kettőt hátrébb lépünk, és tulajdonképp abból a kör diagramból, amit a Péter mutatott, a legnagyobb kör az, amiről én most beszélnék, tehát egyáltalán a szexualitással kapcsolatos függőségi problémákról, elsősorban a hiperszexualitás, vagy kényszeres szexuális viselkedés zavarról, illetve ennek a szerhasználattal való egészen általános kapcsolatáról, tehát nem a közvetlen az egyidejű használatról, hanem egyáltalán a szerhasználat előfordulásában, illetve a szexualitással kapcsolatos függőségi zavarnak az előfordulásában milyen átfedéseket látunk hazai, vagy egy picit nemzetközi kutatások alapján. Hogyha szexualitás és a függőség kapcsolatáról beszélünk, akkor azt kell mondani, egy olyan területről van szó, amelyik valóban, ahogy általában is felmerült, hogy a viselkedési függőségek, tehát a nem pszichoaktív szerekkel kapcsolatos függőségi jelenségnek a kutatása is egy nagyon lendületes időszakában van, tehát azt lehet mondani, hogy az elmúlt 10-15 év egy kifejezetten intenzív időszak volt, amit egyébként elsősorban talán inkább a technológiai függőségeknek a megjelenése, tehát az internettel, videójátékokkal kapcsolatos problémáknak a megjelenése indított el a 2000-es években, de ennek a második hullámában ez kiszélesedett, és általánosabban is a viselkedési addikciók iránt nőtt a kutatási érdeklődés, és a szexualitással kapcsolatos problémák esetében ez kifejezetten igaz, tehát hogy itt egy nagyon-nagyon erős, intenzív kutatási időszakot él meg ez a terület az elmúlt 5-10 évben. Fontos azért ezzel tudni, ugye könnyen használjuk a köznyelvben ezt a kifejezést, meg általában a függőségekkel kapcsolatban is sok a pontatlanság, tehát itt nem, majd mindjárt megnézzük részletesebben a diagnosztikus szempontokat, de hogy fontos az elején tisztázni, hogy nem egyszerűen a szexuális, sőt, kifejezetten nem egyszerűen a szexuális vágy intenzitásáról van, szóval ez egyébként nagyon eltérő egyénileg, és ugyanakkor meg nehéz is, tehát miközben azt mondom, hogy egy intenzív kutatás folyik, nehéz azért ennek a területnek a vizsgálata, egyrészt a morális kérdések miatt is, és fontos azt is látni, hogy azért a fokozott szexuális viselkedés az egyáltalán nem feltétlenül szexuális addikciót jelent, hanem lehet más problémának a tünete is, például egy mániás epizódnak, de más is felmerülhet. Hogyha általában a szexualitással kapcsolatos függőségi problémákról beszélünk, akkor ugye ez a szexfüggőség, ami elsősorban talán eszünkbe jut, és erről ez az a terület, amiről én is beszélnék itt a mai nap, de meg lehet említeni nyilván, Péter is említette, hogy a pornográfiával kapcsolatos függőségi problémák is ide tartozhatnak,
Fontos ugyanakkor, nagyon fontos a kettőnek a szétválasztása, van a kettő között egy kapcsolat, de ez messze nem olyan erős, mint ahogy azt talán elsőre gondolnánk, és a különböző parafiliák esetében is felmerülhet egy addikciós magyarázat. Ahogy mondta, azért én most a szex függőségre koncentrálok, ami különböző neveken van jelen a szakirodalomban, ugye a szexuális addikció, szexfüggőség volt a legkorábbi elnevezés, sokáig a hiperszexualitás volt a kulcsfogalom, de mivel most a betegség nemzetközi osztályozása rendszerbe, tehát abba a diagnosztikus kézikönyvbe, amely szerint a egyes mentális és viselkedési zavarokat rendszerezzük, ennek a legújabb kiadásába bekerült ez a probléma, így ennek tulajdonképpen a mostani hivatalos neve az, ami a legszakszerűbben használható, ez a kényszeres szexuális viselkedés zavar, kicsit bonyolult és komplikált, de nem véletlenül nélkülözi az addikció meg a függőség kifejezést, és pontosan azt próbálja ez az elnevezés kifejezni, hogy egyrészt egy kényszeres szexuális viselkedés van jelen, de másrészt, amikor zavarról beszél, akkor ennek a kontinuum jellegét hangsúlyozza, tehát hogy nem egy mindent vagy semmi problémáról van szó, és ugyanakkor nyilván az addikció, illetve dependencia szavak kiiktatása egyben hát a stigmatizáció csökkentését is célozza. Egyébként így történt az egyéb addikciós zavarok esetében is. Ez a bizonyos BNO, mint diagnosztikus rendszer kisebb osztályokra, csoportokra bomlik, és itt mindjárt egy izgalmas kérdés, hogy hova kerüljön a kényszeres szexuális viselkedés zavar, hiszen kulcs tünete a kényszeresség, és ilyen módon ebbe a spektrumba is kerülhetne, az impulzív vitással kapcsolatos, tehát az impulzus kontroll zavarok közé is, de akár viselkedési függőség, vagy a szexualitással kapcsolatos zavarok közé is. Anélkül, hogy most mélyebben elemeznénk az összes lehetőséget, az impulzus kontroll zavarok közé került hivatalosan, de pont ez a négy lehetséges felvetés, és hát tulajdonképpen a név is, tehát ez gyakran emelem ki azt a furcsaságot, hogy impulzuskontroll zavarként osztályozzuk a jelenséget, de kényszeres szexuális viselkedés zavarnak hívjuk, tehát hogy jól mutatja azt, hogy valóban egy olyan jelenségről van szó, amelyik ezeket a tüneteket egyaránt magában hordozza. Ezek talán a főbb tünetek, vagy a főbb jellemzői a kényszeres szexuális viselkedés zavarnak. Tehát egyrészt egyfajta kontrollzavar, tehát képtelen a személy kontroll gyakorolni a visszatérő szexuális impulzusai fölött, a szexualitás, és hát a kényszeres szexuális viselkedés specifikusan egy központi jelentőségű válik az életében, és ez egyben együtt jár azzal, hogy háttérbe szorulnak más fontos tevékenységek, illetve ignorál olyan egészségügyi vagy egyéb szempontokat, amik fontosak lennének amúgy az ő számára, akár a szexualitással kapcsolatosan. Ugye a sikertelen kísérletek a kényszer szexuális viselkedésnek a csökkentésére szintén jellemző, és egy nagyon fontos tünet, mert gyakran megint csak főleg a közgondolkodásban a hiperszexualitás, a kényszer szexuális viselkedést valamiféle olyan jelenségként képzelik el az emberek, ami ugye egy folyamatos örömszerző tevékenység, de pont az ellenkezőjéről van szó. Tehát, hogy a kényszer szexuális viselkedés esetében a szex nem jár együtt kielégültség és örömérzettel, tehát hogy pontosan ellenkezőleg az történik, ami az egyéb addiktív viselkedéseknél is, hogy gyakorlatilag a kényszeresség van jelen,
de a viselkedés maga az nem örömöt, hanem sokkal inkább bűntudatot és negatív érzelmeket okoz. Ezen túl pedig negatív következményeket, és hát az élet különböző területein, személyes életben, családi, párkapcsolati életben, de akár a munkában, tanulmányokban, stb. Negatív következmények jelennek meg. Ez tehát a diagnosztikus tüneteknek tulajdonképp az összefoglalás, és fontos az, hogy nincs jelen ugyanakkor parafilia a diagnózis esetén, tehát ez egy kizáró kritérium. Számos lehetőség van, régebbi és újabb, a legelső, ez a Composite Sexual Behavior Disorder Scale, ez már egy olyan Böte bevezetésével kialakított kérdőív, amelyik kifejezetten már az új diagnosztikus kritériumrendszeren alapul. Nyilván a korábbi kérdővek esetében ez nem volt lehetőség, hiszen nem volt még hivatalos diagnózis, de több mérőeszköz áll rendelkezésére. Talán ez a Hypersexual Behavior Inventory volt korábban a leginkább elterjedt, illetve ez a PATHOS, amit röviden meg lehet nézni, tulajdonképp a kulcs tüneteket egy ilyen gyors screening jelleggel képes felmérni. Ugye az előző tünetek azok, amik visszatérnek itt ezekben, ugye itt a kiemelt szavakkal van a rövidítés, de amik visszatérnek ezekben a tünetekben, tehát a szexuális gondolatokkal való állandó elfoglaltságnak a jellemző jelenléte, a titkolózás vagy a szexuális viselkedéssel kapcsolatos titkolózás, egy következő tünet a kezelés keresése, bárki másnak az érzelmi megbántása a szexuális viselkedés révén, ugye a szexnek szexuális viselkedés, a szexuális élet kontrollálásának a problémája, és az előbb említett az jelenség, hogy a szexualitás nem örömérzettel, hanem inkább rossz hangulattal, depresszióval, szomorúsággal jár együtt. A jelenség előfordulásáról viszonylag kevés, igazán megbízható adat van, és nyilván, mivel a diagnózis friss, a korábbi adatok azok, ugye az egyes kérdőíveknek a tulajdonképp részben teoretikusan megállapított cutoffjai vagy határjai alapján történtek, de ezek a vizsgálatok, most itt kettőt kiemelve, egy amerikai reprezentatív, mint az 8,6%-nál azonosított, ahogy 8,6% mondta a vizsgálatban, hogy vannak nehézségei a szexuális viselkedés kontrollálásában, tehát azért ez egy puhább megfogalmazás. Férfiak esetében jellemzőbb volt ez a jelenség. Egy főiskolás mintában férfiaknál 3, nőknél 1%-ban azonosították a problémát. Egy hazai kutatásban megint csak őt ebbe a kolléganő vezetésével készült egy elég nagy mintás, de nem reprezentatív kutatás adatait tekintve, az olyan eredményeket kaptunk, amelyek azt mutatták, hogy a hiperszexualitás az magasabb értékeket mutat, egyrészt a férfiak, mint a nők, másrészt pedig az LMBT, mind az LMBTQ férfiak esetében ennek a hiperszexualitásnak a kockázata nagyobb. Tulajdonképp talán ez a bal alsó sarokban lévő ábra a legegyszerűbben, ahol ez leolvasható, tehát hogyha a heteroszexuális nőket vesszük kiinduló pontnak, vagy referencia pontnak, akkor látható, hogy valamennyi másik három csoport az magasabb kockázatot mutat a hiperszexualitás vonatkozásában, de a heteroszexuális férfiak a következő rizikó csoport, és a
LMBTQ nők, illetve különösen a férfiak azok, akik a legnagyobb kockázatnak vannak e tekintetben kitéve. És akkor néhány adat valóban arról, hogy mi módon is függ össze a hiperszexualitás, a kényszeres szexuális viselkedés zavar és a szerhasználat, vagy a problémás szerhasználat. Megint csak azt lehet mondani, hogy eléggé kevés adat van jelen, vagy adat áll rendelkezésünkre a témában, eleve a hiperszexualitásra vonatkozóan kevés adat van, és a két jelenséget pedig végképp nem sok kutatás vizsgálta együtt, de néhány jelzés nemzetközi kutatásokból is rendelkezésre áll, így például klinikai elsősorban, tehát kezelést kereső mintákban mutatták ki korábban azt, hogy magas az együttjárás a hiperszexualitás és a szerfüggőség között, tehát például voltak olyan vizsgálatok, ahol szexfüggők között az alkohol probléma előfordulását 46% közül más szerekét 40%-ban állapították meg, illetve Farr és munkatársai viszonylag frissebb kutatásban a szexfüggő résztvevők 14%-ánál azonosított alkohol problémát, és 22%-nál más szerfüggőséget. És egy saját kutatás, még a saját kutatás előtt talán, amit itt érdemes kiemelni, hogy különösen az alkohol, ópiát és stimuláns függő csoportokban találtak a kényszeres szexuális viselkedés előfordulására vonatkozó magasabb adatot, és ami egy további fontos eredménye ezeknek a kutatásoknak, hogy, és erre Péter is utalt már a bevezető előadásban, hogy mind a szerhasználat, mind pedig a kényszeres szexuális viselkedés zavar, az túl a függőségi problémán magán rizikotényezőt jelent a kockázatos szexuális viselkedések szempontjából. Tehát, és nyilván a kettő együtt pedig különösen nagyobb kockázatot jelent. És végül egy saját kutatás, ami az a Budapest longitudinális vizsgálatnak az első adatfelvételi hullámából készítettünk néhány adatot, ami ezt a jelenséget vizsgálja. Ez egy közel 4000 fős budapesti fiatal felnőtteket, tehát 18-34 éves fiatal felnőtteket vizsgáló kutatás, amely többek között a hiperszexualitást vizsgáltuk, az alkohol problémát, a egyéb szerekkel kapcsolatos problémát, illetve egyáltalán ezeknek a szereknek a használati gyakoriságát. A hiperszexualitás szempontjából a férfiak 2,3 a nők 1%-ánál azonosítottunk ennek a HBI kérdőív, tehát itt még ezáltal csak rendelkezésünkre, tehát ennek a segítségével a férfiak 2,3 a nők 1%-ánál azonosítottuk a problémát, és a két csoportot, mármint a hiperszexualitás szempontjából kockázati csoportot, illetve nem kockázati csoportot jelentő, nyilván az előbbi ez egy viszonylag kisebb csoport, ahogy láttuk, hasonlítottuk össze különböző szerhasználati viselkedések szempontjából. Itt az első ábra, ez az audit, a kérdőív, ami a problémás alkoholhasználatnak egy jelző kérdőivel ezen mutatott eredményt jelzi, tehát a 8-nál magasabb érték az, ami alkohol problémát jelez, és látható, hogy több mint a hiperszexualitással jellemezhető személyeknél, több mint a negyedénél jelzett az audit problémát, eddig 5% alatti, tehát lényegesen kisebb volt ez az érték a hiperszexualitás szempontjából nem problémás személyek esetében. Ugyanígy a tiltott drogok esetében itt a
havi, illetve éves prevalencia értékek láthatók, és azt láthatjuk, hogy lényegesen magasabb értékek vannak megint csak a hiperszexualitás szempontjából kockázati csoport szerint, és ugyanígy, ha korrelációval vizsgálják, akkor is azt látjuk, nem nagyon erős itt a kapcsolat, de szignifikáns a mindaz a alkohol, és különösen az egyéb szerhasználat vonatkozása, hogy az egyes szerek vonatkozásában ugye nagyon pici elemszámok vannak, tehát ezek talán kevésbé izgalmas adatok, de pozitív kapcsolat van valamennyi esetben. Hát összefoglalva, tehát azt láthatjuk, vagy azt tudnám ki hangsúlyozni itt a saját adatok és az irodalban rendelkezésre álló adatok esetében is, hogy egyrészt a hiperszexualitás egy olyan jelenség, amivel érdemes is kell foglalkozni, viszonylag kevés kutatás van a mai napig az említett növekvő kutatási intenzitás mellett is, de hogy nagyon keveset tudunk azért még mind a rizikótényezőkről, de különösen az egyéb viselkedésekkel és ilyen módon a szerhasználattal való kapcsolatról is, de azt látjuk, hogy mint ahogy a legtöbb különböző addiktív viselkedés esetében jellemző ezeknek a zavaroknak az együttjárása, itt is ezt tapasztaljuk, és amit talán ki lehet emelni, még egyszer volt rá utalás az előadásban, de amit talán különösen hangsúlyos, hogy mind a két viselkedés, tehát mind a hiperszexualitás, mind pedig a szerhasználat kockázatot jelent a kockázatos szerhasznál, vagy a kockázatos szexuális viselkedési formák, akár védekezés, szexualitás, promiszkuitás, egyéb kockázatok szempontjából, és hát ez különösen így van a két jelenség együttjárása szempontjából, és azt hiszem, hogy ez mindenképp egy olyan irány, vagy egy olyan megfontolás is, ami talán elő fog kerülni többször még a mai napon. Köszönöm szépen a figyelmet!